Felkészülés a télre. A gumicsere mellett a világítást, az ablaktörlőt és a fagyállót is célszerű ellenőrizni a biztonságos közlekedés érdekében. Ingyenes oltóanyag. A jövő év közepétől térítésmentesen kaphatják meg a bárányhimlő elleni vakcinát az 1 és 2 év közötti kisgyermekek. Vízipók és társai, vasárnap estig tart a rajzfilm ünnep, klasszikus mesesorozatokat és új animációs filmeket is vetítenek a belvárosi moziban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A gumicsere főszezonján már túl vannak az autószervizek, de még mindig sokan érkeznek, hogy gépkocsijukat téliesítsék. A megfelelő futóművek mellett több apró részletre is oda kell figyelni, hogy a hideg időben is biztonságosan közlekedhessünk. A jogszabály értelmében a téli gumi bordázata minimum 1,6 mm mélységű, de a szakemberek azt mondják, hogy a 4 mm profilmélység elérésekor ajánlatos újra cserélni. Érdemes odafigyelni arra is, hogy az autógumminkat az élettartamunk lejárta után már nem célszerű felrakni a járművünkre. Nagyon fontos a gumi élettartama. 5 évig új guminak mondják, 10 év felett nem érdemes használni a téli gumikat. Időjárástól függetlenül általában októberben tanácsos gumikat cserélni, amikor a hőmérséklet 7 fok alá csökken. A hideg időre való felkészüléshez a gumicsere mellett az autó egyéb műszaki jellemzőit is érdemes ellenőriztetni. Tél közeledtével nagyon fontos az autóknak a felkészítése. Értem ez alatt a világítások átvizsgálását, hiszen a nap az korábban lenyugszik, így az autók már sokkal előbb sötétben közlekednek, és hogyha nincs megfelelően kivilágítva, ezzel balesetet okozhatunk másoknak, illetve a saját magunknak is. Illetve ami még fontos, hogy nem csak látszatni kell az autót, hanem látnunk is kell, tehát ablaktörlő lapátokat is rendben érdemes átvizsgálni, nincs esetleg elszakadva. A szakemberek szerint mindenképpen ajánlott a téli ablakmosó folyadék feltöltése, és érdemes a motor fagyállóját is ellenőrizni. 3 évnél idősebb akkumulátorok esetében jó, ha egy indítókábel is rendelkezésre áll a gépjárműben, hogy a reggeli indulás ne okozhasson meglepetést az autósoknak. 2018. július 1-től ingyen kaphatják meg a bárányhimlő elleni védőoltást az 1 és 2 év közötti gyermekek Szombathelyen. Erről döntött legutóbbi ülésén a közgyűlés. Az önkormányzat támogatásával így több mint 600 kisgyermek nyerhet védettséget az esetenként súlyos szövődményeket okozó betegséggel szemben. A gyermek közösségekben gyorsan terjednek a vírusok, a bárányhimlő hamar járványt okoz. Sokan a mai napig úgy gondolják, ez az a betegség, ami még jobb kiskorban átesni, pedig súlyos szövődményeket okozhat, maradandó nyomot is hagyhat. A szövődvénye az ilyen súlyos flegmóné lehet, tehát ilyen tájogot okoz, ami hegesedéssel gyógyul, kisagyvelő gyulladást vagy nagyagyvelő gyulladást magyarul. Ezen kívül okozhat ízületi panaszt, súlyos tüdőgyulladást, tehát elég súlyos szövődményei lehetnek. Oltással a bárányhimlő megelőzhető. A lehetőség a szülők számára eddig is adott volt, de fizetni kellett érte. Legutóbbi ülésén a közgyűlés úgy döntött, hogy jövő év július 1-től az 1 és 2 év közötti gyermekek ingyen juthatnak a vakcinához. Az önkormányzat 14 millió forintot különített el erre a célra. A tapasztalatok szerint nagy átoltottság esetén a bárányhimlő vírus okozta kórházi kezelések 90%-a megszűnik, mondta Stánic Éva megyei tiszti főorvos közéleti műsorunkban. 2 oltás szükséges az alapimmunizáláshoz, tehát gyermekenként 2. 4-8 hét különbséggel oltóanyag típus függvényében, hát bizony több ezer forint egy-egy oltóanyag. A nyilvántartás szerint jövőre 662-en kaphatják meg térítésmentesen a bárányhimlő elleni védőoltást, csak a többi nem kötelező védőoltáshoz hasonlóan a beadatásért kell fizetni a házi gyermekorvosnak, ezúttal kedvezményesen 1500 forintot. Egyre többen kérnek telefonon lelki elsősegélyt. Az év eleje óta Szombathelyen több mint 5000 hívást fogadtak az önkéntesek. A Vasi megyeszékhelyen 31 éven működő szolgálatnál jelenleg 15 operátor dolgozik, de a növekvő igény miatt létszámbővítésre van szükség.
Munkanélküliség, párkapcsolati feszültség vagy magány többek között ilyen problémákkal hívják fel Magyarország legnagyobb mentálhigiénés hálózatát, a telefonos lelkisegélyszolgálatot. Az éjjel-nappal tárcsázható vonal országosan 800 önkéntessel évente 150 ezer hívást fogad. Szombathelyen idén eddig már több mint 5000 segélyhívást kaptak a szolgálat segítői. Szombathelyi szolgálatnál nagyon-nagyon-nagyon kevés a hívást fogadó operátoroknak a száma. Hát számszerű nem tudom mondja, mert konkrétan 15-en vagyunk, akik ellátjuk naponta, ünnepnapokon, vasárnap, bármikor, akik ellátjuk ezt a szolgálatot, ami nagyon szép, de nem könnyű feladat. A lelki elsősegély telefonszolgálata vonal mindkét végén anonim. A tapasztalat szerint ma is a telefon az első számú kommunikációs eszköz, amelyen keresztül problémáik megoldásához segítséget kérnek a bajban lévők. Úgy kell beszélni, hogy akár ez az utolsó mondat, sokkal nagyobb a súlya. A rendelőben azért érezni a testbeszédből, sok mindenből, de azért itt is van hangszín, hanglejtés, tónus, egy csomó olyan nem verbális csatorna jön, amire figyelni kell, és ezt kell megtanulni az ügyeleteseknek, ezt a lebegő füllel a csendet is hallgatni. Az önkéntes operátorok toborzása folyamatos, féléves képzés után állhatnak szolgálatba. A jelentkezők először önismereti csoportokon vesznek részt, utána elméleti képzés van, majd pedig a gyakorlati képzés, ami egy vizsgával zárul, és a vizsgák után pedig hospitálás következik, ami azt jelenti, hogy egy mentor segítségével vesz részt az illető a beszélgetésekben. A szombathelyi telefonos lelkisegélyszolgálatot a Telehumanitás Mentálhigiénés Egyesület működteti az önkormányzat támogatásával. Ahhoz, hogy még több embernek tudjanak segíteni, önkéntesek jelentkezését várják. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Szombathelyen. Darvas István rabbi volt az őszi zsidó esték vendége. A reklámplakátokról tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. Rövid hírekkel folytatjuk. 1944. novemberében a Jászai Mari úton lévő területre gyűjtötték össze a szombathelyi és Vas megyei romákat, innen pedig Komáromon keresztül kényszermunkára és koncentrációs táborokba hurcolták őket. Deportálásuk 50. évfordulóján emlékművet állított a város és a megye polgársága. A sok száz áldozatra emlékezett és rótta le tiszteletét pénteken délelőtt Szombathely nevében Puskás Tivadar polgármester és Kocka Tibor alpolgármester, valamint Vajda László Orfeusz, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, és Forgács Károlyné, a Hárofit Egyesület elnöke. A koncentrációs táborokba hurcolt cigányok közül csak néhányan térhettek vissza. Szombathelyen mindössze két idős roma asszony él, akik megjárták a haláltáborokat. Darvas Istvánt, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem zsinagógájának rabbiát látja vendégül a Szombathelyi Zsidó Hitközség. A rabbi az őszi zsidó esték elnevezésű rendezvénysorozaton tartott előadást, melyben a zsidónő családban és közösségben betöltött szerepét járja körül, történelmi korokon átívelően. Jövő héten folytatódik a rendezvénysorozat, akkor Heller Ágnes filozófus előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az októberi közgyűlésen elfogadott, a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet kapcsán tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. Balassa Péter önkormányzati képviselő elmondta, hogy a rendelet értelmében a reklámplakátok után közterület használati díjat kell fizetni, mely hátrányosan érinti a plakáthelyek tulajdonosait, köztük vállalkozókat, társasházakat és magánszemélyeket is. Kitért arra is, hogy a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara szintén kifogást fogalmazott meg a rendelettel kapcsolatban. A képviselő elmondta, törvényességi vizsgálatot kezdeményez az ügyben. Nagy érdeklődés kísérte a háromnapos rajzfilm ünnep első vetítését a belvárosi moziban. A kockás fülőnyúl, a vízipuk és a kíváncsi fáncsi mellett sokan mások is elbűvölték a kicsiket és a nosztalgiázó felnőtteket. A rajz és animációs filmek vetítése vasárnap estig tart. Az őszi szünet ellenére több tucat kisgyermek érkezett a belvárosi moziba. A kockás fülőnyúllal kezdődött a vetítés, ez sokak kedvence, volt, aki a plüst is magával hozta mesét nézni. Gyerekkorom emlékét idézzük fel ezzel a pár rajzfilmmel. Ön szerint miért hasznos ez?
Azt gondolom, hogy a mai rajzfilmek egy kicsit más irányba viszik el a gyerekeket, mint a mi rajzfilmjeink, és kell, hogy tudják azt, hogy milyen egy igazi vízipók, csodapók vagy kockás fülönyúl. Hétvégén a 70-es, 80-as évekből ismert rajzfilm sorozatokat elevenítik fel, többek közt Kíváncsi Fáncsival, Vízipókkal és a Mézga családdal találkozhatnak a gyerekek, de Dr. Hugó rendelőjébe is bekukkanthatnak a szülőkkel, nagyszülőkkel. Itt is tapasztalatom volt az, hogy igenis végigülik, és várják, hogy mi lesz a következő. Rövidek, összefoglalóak, a cselekményt lehet követni, de mégiscsak van benne egy kis bonyodalom, akár csak a népmesék mindegyikébe, és természetesen mindig a jó győz. Délutánonként hosszabb mesefilmeket is vetítenek az Agora Szavária Filmszínházban vasárnapig. Három fő iránya van a programunknak, a legfontosabb az egész estés animációs filmek, ilyen lesz idén a János Vitéz, a Szaffi, vagy a Ludas Matyi, tehát a klasszikus nagy egész estés animációs filmek. Ezen kívül vetítjük az animációs sorozatokat, Mézga Géza, Kockás Fülünyú, Dr. Bubó, és még sorolhatnám. Egészen remek darabok születtek a 70-es, 80-as években a hazai animációs műhelyekben, illetve a helyi filmes műhelyeknek kínáljuk a Nemzetközi Fesztiválok díjnyertes filmjeit. A programban a szombathelyi filmes műhelyek alkotásai mellett egyetemisták vizsgafilmjei is helyet kaptak, de nemzetközi animációs fesztiválok díjnyertes filmjeiből is válogattak. A Szavária mozia mintegy 140 négyzetméteres panoráma vászonnal teszi még hatásosabbá a klasszikus és modern alkotásokat a nagy teremben. Legutóbbi mérkőzését is győzelemmel zárta a Haladás Viktória NB1-es női labdarúgó csapata. A szombathelyiek a sereghajtó Újpest otthonában diadalmaskodtak 4-0 arányban. A tabella utolsó helyén álló Újpest otthonában a találkozó első percétől fogva fölényben játszott a Haladás Viktória. A hazaiak a 24. percig úszták meg gól nélkül, ekkor azonban Tóth lövése utat talált a hálójukba. A vasiak az első félidő hajrájában duplázták meg előnyüket, amikor is Siklér vette be a fővárosiak kapuját. Térfélcserét követően semmit sem változott a játék képe, a vendégek támadtak, a hazaiak pedig védekeztek. Újabb gólok viszont csak a végjátékban estek, Manhart előbb a 85., majd pedig a 87. percben volt eredményes, így végül 4-0 arányban nyertek a szombathelyiek. Próbáltuk ezt a meccset felépíteni a héten, meg az elmúlt hetekben, hogy Újpest meccs, hogy megpróbáljuk irányítani, megpróbáljunk egy kicsit magasabb pressinget alkalmazni, és ez azt hiszem, hogy be is jött. A Vasi Gárda zsinórban második győzelmét aratta, ezzel feljött a tabella negyedik helyére. Ez a pozíció a későbbiekben akár felsőházi rájátszást is érhet Tóth Alexandráék számára. Három nehéz mérkőzés vár ránk, reméljük ebből tudunk erőt meríteni, és át tudjuk menteni a mostani jó játékunkat a következő mérkőzésekre. A Haladás Viktória legközelebb vasárnap délután 13 óra 30 perckor lép pályára, amikor a bajnoki címvédő MTK együttesét fogadja. Azt követően a tabella második helyén álló Győr, majd pedig az éllovas Ferencváros vár a szombathelyiekre. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!